9 év kitartó munkájának köszönhetően elérték a tetőszerkezet legmagasabb pontját a Mátészalkai belvárosi kispiac építkezése során, így a hagyományokhoz hűen koszorút tettek a tetejére. A város alpolgármestere beszédében köszönte meg minden közreműködőnek a munkáját. Az egyik leggyakrabban feltett kérdés a város vezetéséhez, mind polgármester úrhoz, mind a képviselőkhoz az elmúlt időszakban az volt, hogy mikor lesz kész a kispiac. Hiszen ez nem csak egy piac volt, hanem egy közösségi szintér is, ahol az emberek találkoztak ismerősökkel, ismeretlenekkel, megbeszélték dolgaikat, gyakorlatilag az online vásárlás és a telefonos vásárlást gyakorlatilag itt újra fölváltja a személyes találkozások tere, amikor az emberek fontosak egymásnak. Ez is egy nagyon-nagyon jelentős része ennek az impozáns épületnek, mert bízunk benne, hogy nem csak piacként fog funkcionálni, hanem egy nagyon lényeges közösségi szintere is lesz a városnak. Mátészalka önkormányzata közel 565 millió forint támogatást kapott a belvárosi kispiac megvalósításához, aminek részeként új üzlethelyiségeket is kialakítanak a szakemberek. Azt gondolom, hogy nagyon sok nehézségen mentünk keresztül, amik sikerült elrendezni, egyrésztről forrás keresni abból a település operatív programból, ami ezt megvalósította, a másik pedig a megvalósítás önmagában nagyon sok akadálynak kellett elhárulni, engedélyeztetés és egyéb folyamatok miatt. De végre itt járunk, hogy Bokrét ünnepet ünnepeltünk, a legmagasabb pontját elértük az építkezésnek, és reméljük, hogy nem sokában birtokba vehetik a lakók, az emberek, akik egyrésztről árulnak, mert nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy az asztal melyik oldalán állunk. Egészen más az élmény, akkor ha eladok valamit, akkor meg kell, hogy dicsérjem az árumat, rá kell, hogy beszéljem az embereket, másik pedig, hogy vásárolunk, megpróbálunk olcsón, szépet. Tehát ez egy alkutárgya is. És ahogy beszélgettünk, alkudozunk az eladóval, akkor találkozunk a barátnőnkkel, a barátunkkal, akkor elmegyünk inni egy sört vagy egy kávét Agóra. Hogy Görögországban piacot is hívták, közösségi tér. Én azt szeretném, hogy ez a hatalmas, nagy nyitott tér, de ugyanakkor fedett, más érzést fogadna az embereknek, amikor kicsit beszélgetnek, annak kicsit eljön a piacra. Ebben a projektben nem csak a csarnok újul meg, de útfejlesztés, térkövezés és parkolóhelyek kialakítása is megtörténik. A munkálatok december végén fejeződnek be.